A videót a notebook.hu támogatta. Na hát szavaztok srácok, itt vagyunk és folytatjuk a House Flipperben az előbb, az előző részben elkezdett kis legény lakást és csináljuk tovább. A leírásban találtok egy linket a legfelső sorban, ahol gamer perifériákat, játékokat tudtok vásárolni. Úgyhogy most megyünk és nyomjuk. Ah, meg akartam nektek mutatni, csak mindegy, elfelejtettem. Majd a végén talán megnézzük, hogy mennyit költöttünk rá eddig összesen. Ugye úgy állunk, hogy... Be is csukom ezt az ajtót. A bejárat ugye már oda van téve. Akkor bútorokból megmaradt ez itt nekünk a konyha részen. Többen azt mondták, hogy hát ez itt nem jó, a járólap. Hát srácok, nekem ez így tetszik. Mert hogy, 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 hogy izé, hogy konyhában... Járólap, az nem jó. Igazából jó, um, valóban van benne igazság, viszont um, elég hülyén néz neki, hogyha itt nem az lenne. És um, mivel nem akarok azzal annyira bajlódni, meg szerintem annyira lehetőség sincsen, hogy ilyen um, víz, vízálló járólapot uh, tegyünk be, ami egyébként már uh, való, vagy hát ami már van fürdőkbe is. Ezzel először Amerikában találkoztam. Most el nem, most biztos nem fog eszembe jutni, hogy hogy hívják ott. Úgyhogy, mivel nem bajlódtam ezzel, ezért ez így marad, és szerintem így rendben lesz. Úgyhogy ez is készen van. Szerintem első körben kezdjünk azzal, hogy a radiátorokat felszereljük. Mert, mert az biztosan kell, és akkor annak alapján már tudjuk majd berendezni szépen a kis uh, házacskát. Felszereljük, mert akkor már látjuk, hogy mi újság lesz. Na, pakod már oda. Úgyhogy ö, ezeket felszereljük, és akkor nem is tudom, hogy van-e még valami, amit úgy kötelezően kéne, de szerintem nincs, ugye? Na most mi van? Ó, ezt még ki kell csavarni. Oké, okay, tehát itt van egy radiátor, itt ugye nincs, itt ö, megint lesz egy radiátor. Kíváncsi leszek, hogy ö, hogy mennyire tudjuk eladni. Mennyire tudjuk eladni, mert, ö, mert ez, egy, ez egy érdekes kérdés lesz. Ugyanis nagyjából, így szerintem egyelőre ilyen 10 millió forintot költöttünk rá, megvásárlással együtt. Úgyhogy szerintem egyelőre jól állunk. Itt is van ilyen radiátor, csak itt ilyen... hogy ez nem is radiátor, mi? Ó, várjál csak. Nem, zuhanyzó. Mi van, itt nincs ilyen izé? Ó, oh, itt nincs ilyen uh, zuhanyzós, uh, mármint ilyen törölköző, akasztós radiátor. Na, mindegy. Oké, okay, tehát akkor itt is megvan, akkor ebbe a szobába még van egy, egy darab radiátor. Úgyhogy ide is vásárolunk egyet. Nyilván ilyenkor írnak nekem Facebookon. Oké, okay, szóval ezt még gyorsan felszereljük. Na, és hogyha ezzel megvagyunk, szerintem kezdjünk először a konyhával. Ide kéne egy hűtőt vásárolnunk, illetve konyhabútort. Itt ez a, ez a fajta szín, ami ami itt van, hát ez, az ez, 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 ez a jó. A um, azt mondja, fürdő konyha. Nézzük meg, hogy mi újság van. Kéne nekünk egy ilyen kis rövid, egy ajtós konyha szekrény. szekrény fiókkal. Um, szerintem egy ilyen kéne, és. Vagy ilyen, és akkor. És akkor ezek. Hát a fene se tudja. Milyen kéne ide? Ugye ilyen részenként kell összeraknunk. Muszáj. Ö, ez egyébként így nem is rossz. Hát szerintem legyen ez, nem? Az ott sötét lenne. Én, én ezt mondom. Nézzük meg itt. Szerintem ez itt jó, nem? Nem kell ezt túlcsicsázni. De hogy ezt sosem lehet pont egyenesen berakni? Látod, olyan fura. Na, hallod, az előbb már majdnem meg volt. Nézd meg. Oké. Okay. Ezt kéne becsúsztatni. Menj bejebb. Hát ez még nincs teljesen bent. Nagyon, ez, ez, ez a legnehezebb szerintem az egész játékban. Ezt normálisan betenni, még mehet egy picit beljebb. Ó, te! Na? Oké. Okay. Az ott akkor teljesen bent van, az a max. Hát, kicsit ott ki fog az alja, de ez van. Talán ennyire nem kéne berakni, mi? Mert akkor ez, ez itt így hülyén néz ki. Ja, egyel, egyel kijebb tesszük. Azt mondom, az már ott jó lesz. Fullos lesz, gyerünk. Egy picit kijebb csak, kérlek. Eee, nem nagyon akar ez kiebb jönni. Hallod? Ez, ez az, ami szerintem a legnehezebb a játékba. De őszintén, hát nézzétek meg, itt próbálom csak picit mozgatni. És ott van? Jó, akkor ott lesz, srácok. Egyszerűen annyira nehéz, na és most ide kéne egy olyan, amin van. Öm, igen, valami ilyesmi kéne nekünk, ami már van mosogató. Igen. Habár. Azt mondja, hogy nyomva is visszatérsz a boltba. Oké, okay. akkor azt kéne, hogy először a hűtő... Hogy hogy utána lehessen okoskodni ezzel. Hűtő, hűtő. Két ajtós hűtőszekrény. Nem kell az nekünk, hűtő. Hűtőszekrény mono Uha! Milyen jó isten ez? Oké, okay, tehát hogy itt a hűtő, csak nem nagyon látszik. De ez most milyen jóisten? Miért nem látszik ez? Nem látszik a hűtő baszki. Ez a stíló? Hú, halló, de ennél, világosabb nem volt? Aj. Ah, ja. Oké, okay, szerintem stílóban. Um, hát. Ja, ez, ez, ez illik ide. Oké, okay, ott van, a villanykapcsolótól nem lehet kinyitni. És akkor ide egy ilyen kettes lószart be lehetne pakolni. Asszonyja. Mhm. Uh -huh. Igen. Igen. Ah, basszus, de hát marad mindenképpen hely. Hát ez hogy kéne így összerakni? Hogy inkább a hűtőt kéne kiéjebb hozni? Ennek meg nincs ajtaja, hallod? Hát no. szerintem, figyeljetek, srácok, szerintem ez a legjobb megoldás. Így, és akkor nem akadt bele. Hát, ennyit tudtunk hozzátenni. Ezt meg ilyen könnyen bedobtuk oda. Azt a másikat meg nem nagyon sikerült. Talán ezt is akkor bejebb kéne már pattintani. Ha a másik is annyira bent van. Jó, van az úgy. Na, hát ezt tudtuk akkor így kihozni, srácok. Hát ez itt elég. De most miért van itt egy hely? A kukát kéne betenni, na várjatok, veszünk egy kukát. Megnézzük, hogy be tudjuk-e dobni. Konyha dekoráció, hát ez nem dekoráció, de hol lehet ilyet találni, hogy kuka. Más. Aha, itt vannak. Szemetes, fém-szemetes. Be lehet oda pattintani? Ó, be lehet. Hát csak ez így hülyén néz ki, hát ez így nem jó. Ö, nekünk egy sima kéne. Hát ilyesmi, nem? Ennél jobb ide minek? És akkor ezt í szépen kiforgatjuk. Na, így már jó. Mármint, hogy nem túl jó, de nem értem mi nincs Mindegy. Én azt mondom, hogy ez megvan, ugye egy legénynek csináljuk, ez fontos megjegyezni, hogy egy, egy legény lakás lesz ez. Sok minden ide nem kell, itt el tud főzőcskézni. Már amit el akar ő főzőcskézni. Aztán, itt hogy legyen, mint legyen a helyzet? Mert itt nem sok a hely. Itt lenne egy izé, ide a falra egy kis tévé. a ugye az elég csínya. Csínya, he? hát hogyan kéne ezt itt megcsinálni? Hallod? Uh, mert hogy ugye valami kis nappalit itt összerántani. Na jó, mindenek előtt akkor a fürdőt még itt megcsináljuk. Hát ide sok igénye nincsen a fiatalembernek. Már amikor fürdik, akkor elég lesz neki a Zújtó, zuvánzó. zújtóban még tehetnének amúgy a játékba. És akkor itt a felszerelés, ami baromi nehéz. Na, nem az, hogy nehéz, csak ilyen hosszadalmas. Ja, úgyhogy lesz itt egy zuhanyzó. Ó, oh, istenem, mit kell itt szerencsétlenkedni, hallod? <laughs> Figyelj, azt sem tudom, mit csinálok ám. Oké, okay, ezt is rátesszük. Nem, ezt kell mozgatni, hát akkor mi a jó Istent kell mozgatni? Ja, azt ott. De valahogy azt kell ezt betekerni, és akkor... Aha! Kész vagyok én ettől. Hű, hallod, oké, okay, ezeket is bedobáljuk ide. Lesz neki egy csaptelep is. Rácsavarjuk. Oké okay. Jaj, <laughs> a pöcsemségek Ez az, ami, amit annyira nem szeretek, hogy ilyen kis lószarokat csinálni Szerintem egyébként ebben a részben el is adhatjuk Mit szóltok hozzá? Mert szerintem meg lesz ez addigra, még a külsejét kell egy kicsit Megcsinálni aztán jó lesz az Lesz egy szoba ugye, ami hálószoba Illetve lesz egy olyan kis Gépasztal, és akkor mindezen kívül még. Oké, okay, le. Mindezen kívül még ugye lesz az a kis nappali, amit tudunk tudunk művelni. Többen írták, hogy jön majd egy DLC jövőre ehhez a játékhoz, ami. Azt fogja eredményezni, hogy gyakorlatilag a, a kertet lehet. Öm, na, a fullos az már kész, ugye? Gyakorlatilag a kertet lehet majd megcsinálni. Na most én erről tudok. Úgyhogy uh, higgyétek el, én erről informálódom. Toalett. Úgyhogy az jó lesz, mert meg tudjuk csinálni a kertet. Az azért elég menő lesz. Oké, okay, WC-ből... Jaj, ne, mosógép nem kell az neki. Minek neki? Ugyan már, ne bohockodjunk. Ezé, kézzel majd kimossa azt a néhány ruhát, amit akar. Ja, szóval a kertet jó lesz majd csinálni. Ilyen játszóteret lehet majd csinálni, meg ilyesmi, úgyhogy ez fullos lesz. Itt az ablak alatt lesz a kakilóka, és akkor itt még lesz egy uh, 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 csap. Milyen csap uh, kéne? Szerintem picike kéne ide, mert uh, nincs sok hely. Az a helyzet, hogy nincs sok hely. Úgyhogy rátoljuk. Hasztarol teged, mit kell itt csinálni? Hallod, mit leszerencsétlenkedünk itt? Oké, meg maximum még egy tükröt, hogy a haját reggel be tudja lőni. Fullosra. Egy. Na most mi van? Hát most mi van? Ó, te. Ez egy kicsit macera. Ezt rá? Igen. Igen. Srácok, amúgy, hogyha tetszik nektek, akkor csapincsatok egy lájkot. Like um, meg várom a véleményeket is a komment szekcióban. Oké. Okay. Fullos. Na, oda még egy tükör. Azt mondja, hogy tükör. Hát ezt, um, így ugye? Oh! Super buper! Uha! Legyen ilyen sima! Hűha! Ezt egyenesen kéne ide becsapni. Hát ez nem túl nagy! Ah, mondjuk nem, látja magát normálisan. ügy bekapcsoltam véletlenül ezért. Ennyi? Hát figyelj, ha ennyi, akkor ennyi! Mi kell még ide? Lószar sem. Szerintem ez így teljesen jó. Jaj, hát izé. Na várjál csak. Mert annyira elhavazzuk a dolgokat, hogy még egy WC papír gurigát se teszünk oda. Na így most már jó. Szerintem az úgy most már rendben van. Akkor a következő lépésként meg kéne ezt így csinálni. Hát ugye nagyon sok ilyen kis szar szírszart nem akarok betenni, mert úgyis aki beköltözik, majd az megoldja magának. Jaj, a konnektorokat hallod? Mutatja térképen, hogy ugye az, az el lett rontva. A konnektorokat még át kell javítanom, srácok. Egyet így megmutatok. Iha. Jaj, ezeket a szarokat kell bedugni. Oké. Okay. Mert a földelés is. Na jó, van az most már ott. Szóval ezeket a konnektorokat bedobálom. Az összeset, mert ez jó pár van itt. Mutatta is. A térképen nézzétek majd fent. Oké. Okay. <kül> szóval látjátok, van jó pár, úgyhogy azokat gyorsan én megcsinálom. Nos, tehát, ezzel meg is vagyunk, úgyhogy a következő lépésként viszont ezzel kell valamit kezdenünk, hogy itt a nappal itt valahogy kialakítani, megnézni, hogy mekkora tv vannak, mert ugye azért az dukálna, hogy... Um, hol van az? Hát nem itt. RTV, de itt van, oké, okay, függő TV. Hát ez, ezt mekkora? Ú, ez rohadt nagy. Á, nem lehet sarok tévét csináltatni? Hát ez itt elég gyökér, itt nem lesz jó a függő tévés sehol sem. Úgyhogy ki kell más találnunk. Ajajajaj, és ajaj, srácok. Oké, hát más nem tudunk csinálni. Azt fogjuk csinálni, hogy ide teszünk. De ott meg a radiátor van, hallod? Ez itt mindenképpen pici lesz. Pici lesz a hely, de ez van. Egy kis uh, izét kéne néznünk. Egy uh, szófa. Egy picikét. Nem nagyot, ott tényleg egy picikét. Ilyen egy-két ember férjen csak rá, de ez is szerintem elképesztően nagy lesz. Hát, uh, wow, wow, wow. Legyen ez a sötét szín, az jó egyébként. Á, de ez baromi nagy. Ide le se tudnám tenni egyébként. De miért nem? Ha ide tudnám így letenni, ez így szép lenne. Ez elképesztően nagy. Ó, oh, jaj, szarba vagyok, srácok, szarba vagyok. Még ennél kisebb. Egy személyes legyen, vagy mi legyen? Halló, de hát akkor lesz egy személyes, úgyis egyedül van. Aztán szóval majd, hogyha csaja oda akar ülni, vagy lesz csaja, akkor majd beleül az ölében a. Oké, okay, akkor kéne egy TV állvány. Szekrény. Kis cipős szekrény. De oké, okay, hogy ezek itt vannak, de ezek elképesztően nagyok. Hát tudjuk jó mekkorák. Hát nem nagyon fogod a férni. Ó, oh, te jó gyerek, hát. Hallott, hogy ezt így kellett megoldani? Na mi legyen? jaj. Szarba leszünk, srácok. Hát ez, ez a cipős szekrény férne el ide kb. Figyeld. Ja nem, ez, ez nagyon pici. Akkor ennél nagyobb kell. De nem sokkal nagyobb. Az a nagy helyzet, mert ez, nézzétek meg me mekkora. Azért ugyanaz a szín kéne. Ez elképesztően nagy, ilyen messze legyen, de ott a radiátor. Á, de ez egy csíra. Hát hallott, ez, ez ilyen rohadt nagy. És az a baj, hogy korlátolt a lehetőséged. Nincs sokféle. Tormit! Mi van? Ide miért nem tudom letenni? Ide miért nem... Ide, ide középre miért nem tudom letenni? Srácok, ti ezt értitek? Hát pont oda nem tudom letenni, ahova... De, de miért? Ide tudom, ide már nem tudom, miért nem? Hát, mivel ilyen korlátott lehetőségünk van, ezért ez itt nekünk nem fog kelleni. És hogy eladjuk. Bukunk rajta, de eladjuk. Hát nem, nem, nem fér el, milyen idiótán néz neki. Mm. Az a baj, hogy az a másik az baromi nagy már. Ami tök egyszerű kéne nekünk, csak látjátok ezek milyen baromi nagyok. Mm -mm -mm, mm -mm, mm -mm. Hát ez... Hogy is mondjam? Íróasztal. Izé... Kávézóasztal. Hoppá! ekkorára szerintetek ráfél? Nem tudod mi? Ó, te hülye, hát ez nem olyan pici. Azt hittem ez sokkal kisebb. Már nem is dohányzóasztal, asztal. Opa! Ebben a stílóban nézzük. Ú, te hülyet, ezek... Az baj, hogy nem látjuk a méreteket. Méreteket. Szögletes asztal, nézzük meg. Baromi nagy. Mindjárt földre leteszem. Kávézó asztal. Na, no, itt a méretünk. Jó van, találtunk. Oké. Okay. Hát figyelj. Ebből ezt tudjuk kihozni. Ez a maximum. És ezt valahogy úgy csináljuk meg, hogy erre rátesszük a tévét. Az a baj, hogy, hogy a lehetőségeink korlátoltak, srácok. Van sok minden a játékban, viszont amikor ilyen kis centizésekről van szó, akkor nem mindig találsz olyat, amiatt keresel. Úgyhogy hát ez van. Ekkora baró nagy tévé? Hát ezt meg kell fordítani. Nem kell ekkora tévé, minek ide? Függő TV, monitor, HD monitor. Hát ez van. Akkor, akkor ekkora lesz. Oké. Okay. És viszont így tesszük ide. Csáveszunknak. Jó van az úgy. Rá tudott rántani. Szavaztok, megérkeztünk. Itt el lehet még férni, és ide még valamit tudunk is tenni. Nem is tudom, hogy mi lenne itt igazán jó. De mi van, hogyha sok minden tényleg nem teszünk be? Hát nem tudom, srácok, mi legyen? Mi legyen oda téve? Esz, lehet eszünkbe jut még valami, szerintem most ezt engedjük el, nem? Lehet még eszünkbe jut valami, egyelőre így néz ki, minimál. Egy, egy lámpát talán csapnék ide. Ja, az egyébként lehet nem is néz ki rosszul, úgyhogy várjál, csak lámpák. Ilyen álló lámpa, tudod, ilyen ö, pöcsöm lámpa. Ö, álló lámpa, megemelt cső. Uh -huh -huh. Aztat mondja, mi illene ide a legjobban? Sauna lámpa, hallod, lehet szaunát csinálni? Az azért elég menő. Na várjatok, csak utána nézek én ennek. Mm. Most viszont kicsit ilyen modernos kéne, roller. Hát um, ilyen legyen az fekete. Hogyni. Jó az ott, kicsit olyan nappal is feelingje van a dolognak. Jó az ott, szerintem. Úgyhogy viszont most megyünk a hálószobába, és ezt faintosan berendezzük, gondolkodjunk. Ide kéne az ágy, vagy nem ide a gépasztal, ide az ágy, és ide egy polc. Nem akarunk sok mindent berendezni, mert nem tudom. Én, én, én hogyha vennék házat, én biztos azt kérném, hogy bútorozatlanul adjátok el nekem. Úgyhogy ágy. Hát azért, hogy, hogy én tudjam beállj, vagy megcsinálni. Ez is ilyen modernos lesz. Tudod, hogy én, én, én ki tudjam magamnak találni, hogy miért akarok. Nem más akarja kitalálni, hogy én miért akarok. Hát csak az a baj, hogy így meg nem nagyon férünk el, mi? Ugye elfér itt még valami? Túl nagy ez az ágy az anyja picsáját. Az van, hogy ezek ekkorák, úgyhogy Ebből élünk. Egy hálószoba, ennyi kell nekem öreg. Hoppá! Ott volt a legény, ő azt mondta, neki tetszik. Íróasztal. Hát um. Há, nem viszük túlzásba. És akkor meghagyjuk ezt az ilyen stílszerű bútorozást az egész lakásban. Szerintem ez jól is néz egyébként ki ez a bútor szín. Nem tudom mi ez. De miért nem tudjuk oda tenni? Hát nem lóg még ki. Nézd meg, már megint kezdi. Ide. Ha oda nem engedi. Jó, hát akkor ez itt lesz. Kéne egy szék. Oda. Um, ne vigyük túlzásba? Hát akkor valami ilyesmi. Ilyesmi székkel. Oké. Okay. Így. És akkor valami gépet, vagy laptopot, nem tudom mit lehet, megnézzük. Aztat mondja, hogy elektronikus felszerelések. A hangfal, ú, te a hangfalat is lehet ám. Asztali számítógép. Nem tudni, hogy mik vannak ebbe, ugye? Hát akkor elég lesz nekünk egy ilyen. Jó kis gamer gép, figyelj oda. Hol az eleje ennek? Ez az eleje. Betoljuk oda Ezt majd beszerelett köcsög, én csak ide hozom Jó beljebb, úgy szépen radiátor mellé Hadd melegedjen túl um, Jó át tesszük másik oldalra na Tényleg ott a radiátor Oké okay. És akkor kell egy monitor Billentyűzet, de először a monitort nézzük meg Uh, monitor, HD monitor. Aha, hogy ez már drágább. Osztalor! Oh, <laughs> jó, ja, Istenes srácok! HD monitor miért akkora? Hát mekkora volt az, te jó Isten? Azt kéne oda tenni neki. Ez egy centiről így nézd Mmm. Igen. Egy billentyűzet. Hallott, tiszta fekás. Aztán egy egér. Hát ez az egér van, srácok. Szevasztok! Jól néz ez itt ki. Hangfalügyileg mik voltak? Mert láttunk ott az egy-két érdekességet. Hangfal. Ah, hogy ez ilyen nagy, nagy, hangfal. Nem is olyan nagy. Ebből ide kettőt. Ne, ez néz neki, nem? Hát de hát már férfiak vagyunk, hallod? Hát akkor oda kell csapni. Ne szórakozzanak velünk. Félig lelóg. Figyelj csak oda. Hát ekkor az asztal ez van. Na ez így már. Ja, Istenem. Oké. Okay. Mi kell egy férfi szobába még, srácok? Ventilátor. Ne izzadjon annyira le. Jó, nem tesszük be, ez hülyén ki. Jó, öö, én azt tudom hogy ez itt ennyi. És akkor nézni kéne valami kis szökrényt még. Hol van az hálószoba, bútor, szekrény. Ezt se kell túlzásba vinni, a férfiaknak nincs sok ruhájuk, higgyétek el. Elég lesz neki. Hát nem is tudom, ezt komódnak hívják itt. Komód? Még komód az? Ó, hát hallod, abba belepakol mindent. Arra még egy igényesen nagy tévé is mehetne. Hát ez itt um, ide tudom tenni. De miért? Hallod, miért nem tudom ide tenni? Vagy ide, vagy ide, vagy bejebb. Miért ide? De komolyan, ezt nem értem. Volt ott még hely. Mi menjen arra a komódra valami? Srácok, az a helyzet. Jegyezzétek meg, ez egy olyan legényé lesz ez a lakás, aki bent szeretne a szobába enni. Ezt csak azért mondom, ugyanis általában nem nagyon szeret főzni. Ha pedig főz, akkor abból jó nem sül ki, de hogyha véletlenül kicsit jó lenne, akkor beviszi a szobába, és megmikrózza. Jó? higgyétek el nekem. Ez így van. De mivel urunk ne csörel. Very very ne Itt a Garden DLC, amiről beszéltem. Ezért ő arra gondolt. Hogy hát azért. Mégiscsak kéne a természet lágyölén természet lágyöle. Úgyhogy vett egy fajtos virágot, baszki, amit Becsapott ide a sarokba, hogy senkit ne zavarjon, de hogy úgy az ott, úgy jó. És mivel általában éjszaka van fent, akkor ránt rá, ezért arra gondolt, hogy kéne lámpa. Úgyhogy vásárolunk neki egy fajntos lámpát, amit fel is kéne csapni, mondjuk a szoba közepére, stílszerűen, hogy bevilágítson mindent. És kész. Srácok, kész. Cipője van, mint a picsa. Mégiscsak lögényből van. Ezért kell neki a bútorok közül cipős szekrény. Amit nem is tudom, hogy hol kéne megtalálnom. Ágy, asztal. Ez nem asztal, amit mi keresünk, íróasztal, nem az, szekrények. Talán itt kéne találnunk olyat, igen, itt van a cipős szekrény. Az jó is, színben nem feltétlenül jó, úgyhogy hát ezt elengedjük. Van még más? Nincs ennyi? Ó, te gyerek, hát akkor ez lesz a cucc. Hú, te. Hogy néz ez ki jobban? Hát, hát, menjen már valamihez, ez a szín, Ü te! hát de nem jó, hát ez rohadt nagy, nem kell neki cipős szekrény, azért nem kell, mert az rengeteg helyet elfoglal, a srácok. Elképesztően sok helyet elfoglal. Úgyhogy ö, én azt gondolom, hogy jó lámpát, na jó lámpából stélszerűen ugyanazt használjuk mindenhova. Ugyanis így divatos. Ora egy lámpa. Ú, ez itt még jól is néz ki szerintem. Úgy né? Hát azért ide a konyhába valami más kéne, nem? Hmm. figyelj, nem. Ez, ez, ez lesz a izéja. Ez lesz ennek a lakásnak a mindenese. És akkor a lámpát így elforgatjuk. Ez egyébként esküszöm még fel is dobja ezt az egészet. Kicsit beljebb hozzuk talán, meg egyenesen kéne, csak annyira nehéz itt egyenesen bedobni. Ó, hát ez így elég menő. Hát ide viszont azért valami más kéne, spot lámpa, mit szóltok hozzá. Legyen mondjuk egy. Azt mondja, hogy kettő. És. Három. És négy. Jó az ott. Spotlámpa. Megvan. Oké. Okay. Itt is rendben vagyunk. Hát ide is valami Cucké, ne csörel. Cuck kéne. Úgyhogy. Hogy van. Dekoráció. Mosógép nem kell. Higgyétek el, hogy nem kell. Dekorációból. Ide is beteszünk valami virágot. Ó, tehát tiszta jól néz ki. Na. Aztán mivel lögény lakás, ezért teszünk a falra egy-két izét. Nincs csajos kép, nincs mi. Meg mondjuk az nem is jó, hogyha jön egy másik csaj, és akkor lát egy csajot. Uh, mit tegyünk ide? Mit mondtok? Műemlék. Hát, ide valami ilyesmi illik talán. Ú, de te ez mekkora? Nagyobb nem volt. Azt a teget, mekkora az. Jó, az ott. Ide a szobába is teszünk egyet. Ez a kép még vidámabbá teszi a teret. Azt mondta itt a... Az úr. Mit tegyünk ide? Ha hát, ilyeneket nem szeret. Szereti a tengerpartot. El szeret menni fürdeni. Javasító! Ó, jaj, jaj! Az ott mi? Vad lendület. Na! Hát a vad lendületet kedveli. Jelentsen az bármit is. Úgyhogy egy vad lendületet ide csapunk neki, itt nagy a tér. Ott van a vad lendület. Egyből lendületet kapott a szoba is. Szerintem ez így jól néz ki, nem? És akkor az utolsó lépésként még a külsejét kell valamilyen úton módon megcsinálnunk. Úgyhogy nézzünk is valami szint. Azt mondja, hogy fal. Fali panelek. Ő, te, legyen valamilyen izé. Uh, vagy legyen fali lapok. Kerámia a csempe. csempe. kívül az érdekes lenne. Legyen ilyen fa hatású a cucc. Vagy... Figyelj, ide kreatívkodunk még egyet. Azt mondja, hogy arra gondoltam. Csempézés burkolás. Csapjad ide nekem. Szóval arra gondoltam. Aztán meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni. Hogy ezt a részt ilyennel csináljuk meg. Hogyni? Hogyni. Szóval, hogy ezt a részt ilyennel csináljuk meg. Figyeld, mondom, mindjárt tovább. Na, szóval. Ezt így akkor megcsináltuk. Következő lépésként. Ó. Vakoló, csempék, szerelő. Vakolás 50%-a gyorsabban. Ezt csak itt tudjuk elhasználni. Hát, akkor... Gyorsabb szerelés, vakolás. Hát, legyen a vakolásra az a pont. Oké. Okay. Szóval, amint látjátok, itt csináltam meg, hogy itt ilyen lett, és akkor a többi része meg tök más legyen. Csak ugye sok minden oda nem illik így már. Úgyhogy panelcsomag. Panelcsomag, fehér, hát az olyan... Nem tudom, mert az lenne a jó, Ajajajajajaj. Ajaj, ajaj. Fali panel kéne nekünk, vagy festék. Hallott, kifestjük kívülről is a házat? Van olyan? Érted? Csak milyen szíre kéne? Mi lenne ehhez? Ehhez az ilyen téglás szarsághoz. Világos piskóta. Ö, nem. Valamilyen kicsit ilyen sárgás kéne. Lehet, tök csúnya lesz, srácok, de hát kísérletezgetünk. Szerintem. Jó lesz ez neki, higgyétek el. Azt mondja, hogy föstés. Oké. Okay. Hát, jó ez, amúgy rosszabbra számítottam. Abszolút, sokkal rosszabbra számítottam. Na, úgyhogy, ú, basszus, ide kell vennünk létrát a rohadt életbe. Mindjárt vásárolunk egy létrát. Mert a tetejét nem fogjuk elérni. Már csak megpróbáljuk azért. Ha nem értél el valamit, ha jó van már, várjál. Ez a fal túl magas. Ó, te. Akkor tényleg állvány kell. Mindjárt veszünk egy állványt. Viszont az állványozás előtt körbenyomjuk mindenhol. Amit elérünk, természetesen. Mert miért ne? Azt azt mondja, figyelj, nem lesz olyan rossz ez. Jó, nem nagyon illik hozzá ez, igaz, de kipróbáltuk. Az a helyzet. Szerintem amúgy nem rossz, legalább nem sima egyszínű szar. Hanem, hanem még van mellette tégla is, kicsit még csúnyább is. De hát ez van, így szeretjük mi. Oké, okay, akkor ezt is itt még. Ó, arról a téledből, hogy ilyen szarok miatt kell vennem létrát, meg álványt, vagy bármit. Az az álvány, ez nem túl olcsó. Na, figyelj! nem olyan rossz szám ez. Esküszöm, van benne valami szívélyes fogadtatás. Oké, okay, még ezt is itt. Na, srácok, körbefestem, és akkor utána még a, a tetejét azt, azt, azt megcsináljuk. No, hát srácok, meg is lennénk akkor így az egész házacskával. Úgyhogy... Um, jaj, de fáradtam ebből most. Na, szóval... Akkor én azt mondanám, hogy így ahogy van, így egyszer még átnézzük benne, de fullos szerintem. Lehetne jobban is megcsinálni, de ez most szerintem ilyen. Itt a szobácska, és hát azért tudjuk, hogy ez hogy nézett ki. És még itt a fürdőszoba is. Úgyhogy ennyi, és akkor nézzük meg. Nagyjából ilyen 20 milliónkba. Nem, de hogy is hülyeség. Ma mindjárt kiírja, hogy mennyibe volt. Nézzük meg. Azt mondja a ház. Mi van? Igen, megvettük. aktuális egy a ház fordított munkaórák száma 1 óra 54 perc, biztosan el akarod adni, igen. Ennyiért vásároltuk meg, és nagyjából még 1 milliót költöttünk rá, tehát ilyen 10 millió környékén lehet így a a házacska. Micsoda jó nagy szoba, szuper lenne, nem értem, ez lenne a konyha. Két emberre szeretném kibérelni. A bérlők értékelik a, fürdőszobába. a fürdőszoba. A két fürdőszoba, hogyan? Adjatok már többet. Mi van, egy hálószoba ennyi elég nekem, szeretem a rendet. Tessék. Művész vagyok, de a tudományt is kedvelem. 13 millió 8, 3 hálószoba, ez ideálisnak tűnik. Milyen 3 hálószoba, ez hülye. 14 millió 796, az azt jelenti, hogy a profitunk az 4.495.000 forint, ami szerintem nem rossz. Ugyanis a felújítás költsége, majdnem jól mondtam, 1 millió forint, azzal a 9.000 forint plusszal, és hát 4 millió kerestünk rajta. Ami ajánlat tárgyalása? Várjál csak, tárgyaljuk csak. Hoppá van, tárgyalás. Ajánl ajánlj magasabb árat. Tárgyalás. Hát, ha kiszedünk belőle még egy picit. Figyelj már, én most 554.000-ért akarom eladni. Jelen! Ja, plusz 554 ezer. Tehát így már 5 millió. Én azt gondolom, hogy, hogy adjuk meg neki ennyiért. De hogy még lehet dílelni, ez jó, ezt nem is tudtuk. Na jó, azt hittem 500 ezerért akarom adni. Oké, okay, akkor így viszont már 5 millió 50 206 forint a profit. Úgyhogy el is fogadjuk, srácok. Hát ennyi lenne akkor. 5 milliót csináltunk így gyorsan. De jó lenne, ilyen lenne az életben is. Na hát srácok, ennyi volt ez a rész. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha tetszett, akkor nyomassatok egy lájkot, like egy lájkot. Like Amfield Shop Instagram és minden más a leírásban. Szevasztok!